Az előző részek tartalmából. Sandra! Harryt keresed? Igen, mert... Alex! Furcsán bánsz a régi barátaiddal. Említettem már neked Sandra Kinsella nevét? Nem, még nem, de... Megvan rá az okom. Ki nem állhatom. Csak ritkán akarja egy gyönyörű nő letépni az ingemet. Minden jót! Hallottad ezt? Gyönyörűnek és nőnek nevezett. Igen, alaposan beverhette a fejét. A kislányom megbetegedett. Lehetett volna súlyosabb betegség. Ha messzire kell utaznunk, mert nincs területi védőnőnk. Charlotte élete veszélybe került volna, és Dévé is. Mondja, nincs kedve újabb golfleckéhez? Megvan a számom. Gyors hívón. Meglep, hogy sűrűn akar hívni. És baj, hogy így van? Nem. Egyáltalán nem. Helyes. Ron Hennessy eladja a birtokát. Nagy kár. A Hennessyk 5. generációs tenyésztők. Láttam a földjét. Egy fája sincs. Ron régi vágású farmer. Változnak az idők. Forradalmat robbantottunk a tanácsba. Többségben. Ron kilépett a tanácsból. Jelentkezni lehet a helyére. Én magára szavazok, és meggyőzöm Alexéket. Esélyem sem lenne. Most jöttem a városból. De magát már tisztelik. Gyakorlatilag férfinak számít. Én nem tartom férfinak. Higgy el. Induljak a választáson? Igen, vérfrissítés kéne. Maga tökély lenne. És lenne egy barátja. Úgy van, ahogy az egész környéknek. Megtenné? Talán ideje volna, ha cselekednék. Remek. Átfakszolom a jelentkezési lapot. Kik indulnak még? Majd kiderítjük. Nem hinném, hogy komoly esélyük lenne. Szerinted lenne esélyem? Jól ismert helyi lakos vagy, ott van a helyed. És az elnök barátnője vagyok. Látványosan nem támogathatlak. Nem, természetesen nem, de... Azért segíthetsz a háttérből, és amint megválasztanak... Nyugodtan egységbe rendeződhetünk, és mi irányítunk. Magyar hangok. Urbán Andrea, Spilák Klára. Mezei Kitti. Németh Borbála. Haszfander Péter. Bozsó Péter. Andrész Kati. McLeod lányai. Nyomtatok szórólapokat, hirdetünk a rádióban, és 3 kulcs üzenetet kell keresned, amit megvalósítanál. Félek, hogy nem tudnám 100%-osan vállalni. Nos, van egy kisbabád, holnap vásárt tartotok, és van egy birtokod is. Miért mondtam igent? Mert Vince ráderebegtette a szempilláit. Ha eredményt akarsz látni, szólj egy elfoglalt nőnek. Ez nagy felelősség. Ismered az embereket, a gondokat, mindannyian segítünk, és Charlotte... Én meg! Nyitva felejtetted. Ó, a mindenit. Kösz. Meg, sikerült lefújnod a gyomokat? Jodyval pár napja elintéztük. Meg? Hm? Ó, köszönöm. Majd jövök. El se hiszem, hogy ez az egész. Csak nem az enyém. Vagyis a miénk és a banké. Azt hiszem, a zöldségágyást oda teszem. Duplája lesz, mint Roversen. Tulajdonképpen most a nappaliban állunk. A konyha arra lesz. Hm? És ott található az alkotószobád. Ó, az alkotószobám. Csodásan hangzik. Rendben van, akkor ott lesz a zöldséges ágyás, és a pázsit amott egy nagy jakaranda fával. A végében kerti padok lesznek. Jobb, mint a kis dróverszi viskó, mi? Igen, szeretek ott lenni, de saját házam lesz. Életemben először. Úgy rendezed be, ahogy akarod. Nos, a holnapi vásár után bemegyünk a városba, és aláírjuk az életünket. Ide kell pakolni?
Igen, kösz. Nehéz lehet ennyi munkát elvégezni egy kisbaba mellett. Nem könnyű, de elboldogulok. Gondolom, zavar a kötöttség. Csak ritkán jutsz be a városba, hogy szórakozz egy kicsit. Igen. Isten tudja, mikor jártam bent. Vigyáznál a kicsire? Csak jó híreket hoztam. Láttam, hogy jelentkeztél tanácstagnak. Gondoltam, jól jön egy női hang a bizottságban. Bízd rám, gondoskodok a nőkről. Te is indulsz? Igen. Fred Genon is. Rendes alak, de csak annyira izgalmas, mint egy nyírónap. Így is elég terhed lehet. Nem hibáztatnak, ha visszalépsz. Ha eredményt akarsz, szólj egy elfoglalt nőnek. Eddig is boldogultam. Az is menni fog. És tudod, hogy rengeteg támogatást kapok? Oh, persze, azt elhiszem. Mindenki kap segítséget. Hogy van, Harry? Találkozunk az ülésen. Klassz lesz. Azt hiszi, ha valakinek gyereke van, már nem tud gondolkozni. Elvárja, hogy csak felpolcolt lábbal pihegjek. Mit vártál Sandrától? Ő maga az ördög. Maga az ördög, nem igaz? Féltékeny rád, a lelke mélyén arra vágyik, ami neked van. Pár belső szervemre, hogy eltapossa. A tiszteletet szeretné, ami neked jár. Érilli a belső nyugalmadat. Nyerhetek. Simán legyőzhetem. Majd megmutatom én annak a tehénnek, hogy ki vagyok. Persze a megfelelő beszéddel. Arról elfeledkeztem. Se baj, majd én írok neked egyet. Rendben van, de ne legyen túl flancos, és túl radikális. Ó, bíz bennem. Ajánlatos lenne egy jó viccel kezdeni. Sokkal nyugodtabb. Remek munkát végeztek. Ezért fizet. Eljön a tanácsülésre? Ki nem hagynám. A Claire fellép, mindig történik valami. Örülök, hogy jönnek a barátai. Maga is ott lesz. Maguk csak barátok, igaz? Ugye sokat segít a baba és a lovak körül. Régi barátok vagyunk. Nincs udvarlója, aki a partnere lenne? Clairenek nincs rá szüksége. Talán mégis lesz. Gyerünk! Szeretnénk néhány randi szabályt tisztázni. Ha tetszik egy fiú, akit más is bírt, akkor mi a teendő? Na hát, Tobinak van egy féltékeny ex-nője. Tudod, én nem Tobira gondoltam. Valaki másra. Mondjuk Nickre? Mi? Nem Nickre, dehogy. Tudod, hogy Jake telefonált? Témát váltottál, vagyis Nickről beszélsz? Miből jöttél rá? Pár apró jelből, például, ahogy csorog a nyálad, amikor meglátod. Na jó, Nickről van szó, de kérlek, ő mondta, hogy gyönyörű vagyok. Oh, és ez elég? Hé, tesz! Mit szólnál, ha más járna az egyik volt fiúddal? Miért? Becky egy barátunk extével akar járni. Téged zavart, amikor Nick Stanleyvel volt? Bevallom, eleinte féltékeny voltam. De összekerültem Dave-vel. Szóval okés a dolog? Igen. Talán ismerem? Van egy kis gond! A déli legelőn megbetegedett néhány borjú. Két halott borjú és két koraszülött az